Életveszély esetén minden perc számít. Az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó 8500 mentő dolgozó évente több mint 1 millió 200 ezer embernek nyújt segítséget. Földön, vízen, levegőben. Négy keréken, de akár két keréken. Segítve nagyokat és kicsiket egyaránt. Mentőkönök. Jó napot kívánok, 112 Szombathely. Vonalban van egy gyermek. Noel, mondhatod? Anyukám a földön fekszik. Menj oda hozzá és szólíts meg, rázd meg! Anya! Anya! Hány éves vagy egyébként? 5 és 6. A magyar mentőszolgálat több szempontból is különleges. Egyrészt azért, mert ilyen egységes országos szervezet a világ más országaiban nem igazán működik. Külföldön is lehet mentőt hívni, de általában kórházakból, alapítványok, különböző szervezetek, Vöröskereszt működtetnek mentőautókat, amik próbálnak aztán együttműködni. Ezzel szemben Magyarországon egy egységes állami intézményként működünk, annak rengeteg előnyével. Másrészt pedig mi a kezdetektől fogva akár a helyszínen orvosi szintű ellátást nyújtunk a betegeknek. Az Országos Mentőszolgálat ugyan hivatalosan 1948-ban alakult meg, de alapjait már 1887-ben lefektették. Kressz Géza fővárosi tiszti orvos volt az, aki ebben az évben összehívta a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület alakuló közgyűlését. Már akkor megfogalmazódott, ez még az első világháború előtti időszak, hogy a történelmi Magyarország területén legyen egy nagy országos mentőközpont. Tulajdonképpen itt már körvonalazódik egy olyan egységes rendszerben működő nagy mentési organizáció, amit majd az országban nagyobb balesetekkor lehetne koordinálni, lehetne segíteni. Innentől kezdve lett a mentőegyesületnek 24 órás szolgálatban működő mentőállomása, ugyanott, ahol ma a mentőpalota áll, a Markó utcában. Számos olyan hungarikum, olyan eredeti ötlet nyerít megvalósítás is napénkban is működik, sőt nemzetközi viszonylatban is elsőként és követendő például a rohamkocsi szolgálat, amely korábban még sehol a világon nem volt. Az Országos Mentőszolgálat a feladataik elvégzését biztosító, azokhoz kapcsolódó szellemi alkotásaik iparjogvédelme tekintetében is rendkívül tudatosan jár el. Amikor mi egyébként a szellemi tulajdonunkat védjük, mi ezt nyilván nem üzleti szempontok alapján tesszük, hanem azért, hogy a lakosság bizalmát szolgáljuk. Azért, hogy amikor valaki az élete nehéz pillanatában a mentőszolgálathoz fordul segítségért, biztos lehessen abban, hogy azok és úgy fognak segíteni, ahogy ő azt elvárja. Az OMS számos védjegy, illetve formatervezési mintaoltalom jogosultja. Védjegyei között szerepel szóvédjegy, ábrásvédjegy, jelmondat, sőt még színösszetétel is. Egyedi megjelenésű mentőautóit és a munkaruházatot is formatervezési mintaoltalom védi. Védjegyoltalom alá kértük helyeztetni az intézmény rövidített nevét, az OMSZ logóját, sőt még a jelmondatunkat is, hivatás az életért. Az Országos Mentőszolgálat egyik legnehezebb időszaka az 56-os forradalom idején volt. A Markó utcai központi mentőállomás pincéjében még egy ideiglenes kórházat is berendeztek. Minden mentő dolgozott, még az önkéntesek között sem volt senki, aki ne vette volna fel a munkát annak ellenére, hogy többen mentés közben sebesültek vagy haltak meg. A váratlan helyzetekből az utóbbi két évben is bőven kijutott, kezdve a 2020-ban indult koronavírus járvánnyal. Az Országos Mentőszolgálat bajtársai ebben az időszakban több mint 2 millió bevetésen vettek részt, 2,5 millió mintát vettek le, és 230 ezer COVID-gyanús vagy fertőzött beteget vittek kórházba. A járvány pedig még teljesen véget sem ért, amikor kitört a háború Ukrajnában. Vannak olyan nagyobb méretű, akár társadalmi, akár globális kihívások, amik a mentők számára is új helyzetet hoznak. A határaink mellett zajló háborús konfliktus is nyilván jelent a mentőszolgálat szempontjából is egyfajta kihívást. Egyrészt úgy, hogy különbözőképpen próbálunk felkészülni az esetleges határon túli eseményekre, de úgy is, hogy akik menekültként Magyarországra jöttek, és jönnek ma is, ők kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy mentőszolgálat.
életmentő ellátásra legyen szükségük. A magyar egészségügy teljes erejével készen áll arra, hogy segítséget nyújtson ezeknek az embereknek. Ezen belül a sürgősségi ellátást, a mentőellátást természetesen az országos mentőszolgálat folyamatosan biztosítja. Az országos mentőszolgálat mentőegységei évente közel 50 millió kilométer tesznek meg Magyarország útjain. A 2022-es milleniumi díj egyik díjazottja tehát az Országos Mentőszolgálat.